Alakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Bonyhádi csoportja. Kozma Imre atya mellett köszöntő beszédet mondott Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere, Kövesfalvi Sándor az Egyesület Dél-Dunántúli régiójának vezetője és Kisné Mária főorvos. A 3 évtizedes jubileum jelentős mérföldkő, mondta Súrián József, az Egyesület Bonyhádi csoportjának vezetője. Hozzánk önként jönnek az emberek lelki indítatásból elsősorban, mert akik szerencsétlen sorban vannak, szegények, azokon megesik a szívünk, részvét támad bennünk, és mi annyiban különbözünk talán az embertársaink többségétől, hogy bennünk a részvét, az irgalom, az cselekvő szeretetté válik. Kozma Imre atya szerint a modern, európai ember elhagyta az Isten hitet. Hozzátette, a szeretet és a közösséghez tartozás különösen fontos a mai világunkban. Hogy azok az emberek, akik rászorulnak támogatásra, akik olyan helyzetben vannak, hogy talán egyedül nem is tudnának létezni, ezek az emberek is ne csupán valami támogatást kapjanak ahhoz, hogy létben tudjanak maradni, hanem valamit meg tudjanak sejteni a másik ember elkötelezettségéből, a másik embernek a szeretetéből, mert valójában ez éltet bennünket. Az ünnepély közös vacsorával zárult.